A Poppy Playtime PC Steam verziója elérhető a G2A oldalán, ha esetleg még nem szerezted be ezt a játékot. És, hogyha mást is szeretnél esetleg nagyon jó értékeléssel beszerezni, mondjuk a legjobb játékok választásban, ami akár mínusz 95%-ot is jelenthet, vagy esetleg, hogyha valamilyen hardware-re van szükséged videókártyára, vagy egy Nintendo Switch OLED konzolra, esetleg egy PlayStation 5 digitális kiadásra, akkor erre is van lehetőség, hogy mínusz 13%-kal vásárold meg, és teljesen ingyenes kiszállítással Magyarország területére. Hát üdvözlök mindenkit nagyon sok szeretettel, az én nemem és ez itt egy reakció videó lesz nem másról, mint a Poppy Playtime Chapter 3 első és most már második game trailerjére, és a második végén most már egy megjelenési időpontot is kapni fogunk. Én az első trailerre nem reagáltam, mégpedig már több mint egy hónapja kijött, utána ugye eltolták a játékot, mert eredetileg decemberben akarták kiadni a harmadik részt, de eltolták januárra, nem tudom, hogy mennyire van messze a megjelenési nap, de a legvégén úgy is meglátjuk, hogy remélem nem kell sokat már várni, hogy játszik a Chapter 3-mal. Kérdeznetek sem kell, amit megjelenik, egyből indítjuk a live-ot és kijátszuk. Elméletileg elég hosszú lesz, sőt hosszabb, mint az eddigi chapterök. Nem tudom mennyire, és elvileg sokkal több minden is lesz a játékban, elég sokat dolgoztak rajta, remélem, hogy nem fogják most már húzni a megjelenést. Megint itt vannak ezek a figurák. Megint ezek a figurák, ugye ezeket már láttuk többször is. És itt van megint a Playtime Company. War for Danger Alert. Ajaj, valami van. Ezzel a catnappel, ezzel a cicával lesz valami egyébként. Ez nem érzi úgy jól magát, vagy nem tudom. Mint hogyha az lenne itt a ludas. Látunk ilyen, ez már ilyen in-game cuccok, ugye? Wow. Ez konkrétan gameplay. És ott van az ajzé, a gázmaszk, amit nagyon sokan... Ó, itt vannak ezek a figurák. Ott volt a gázmaszk, a figurák, ugye, amit eddig így már láthattunk, és... Nagyon sok mindent kitaláltak már ezekkel, tehát a teóriák természetesen. Oszta. Aj, micsoda kezünk lesz! Lesznek új ilyen izé gadgetök. Hát puzzle-ök természetesen. Az ott kiszi-miszi volt egyébként a Poppival? Prototype-nak meg kell halni. És gondolom a cat... Oh my god, itt van. A catnap a prototype, ő a proti? Nagyon param úgy. Nagyon hasonlít egyébként a Haji-Vaji-ra. Mármint így kinézetileg, meg így állásig, de amúgy sokkal parább, mint a Haji szerintem. És a gyerekeknek ez lesz majd a kezébe Balatonon, meg minden egyes boltba ezt lehet majd kapni, aztán meg majd megint a TikTokra az anyukák majd így... Catnap! Ezt nem ajánlom, Catnap! Hút kukivuki, Catnap! Ez az, mikor fogsz megjelenni? Kíváncsi vagyok. Ezek a képek gyerekeken tanulmányoztak dolgokat? Mi ez? Kicsit olyan Five Nights at Freddy's beütése van, és igen amúgy. Gyerekeken végeztek ilyen kutatásokat? Vagy nem tudom, mert nagyon, nagyon weird. Playcare. Jézusom. Ezek a helyszínek egyébként nem azért, de nagyon porák. Főleg gyerekeknek. Igen, ezeket már láttam, ezeket a képeket a Twitteren. Oh my god, még több! Ez a kéz, még lőni is fog? Végre tudok majd lőni, vagy valahogy védekezni is. Mindig föld alá is megyek? Nagyon sok a pizé... Puzzle várható amúgy, ezt már most megmondom, látszik a game-en, hogy nagyon puzzle-ös lesz amúgy. Úgyhogy majd gondolkodnom kell, addig majd szedek valami tudatmódosítót, nem tudom. The Hall of Joy, ajaj! Oh my god, ott ment a catnap, hallod? Komolyan mondom, sokkal parább, mint a Huggy-Wuggy. Bro! Kiszi-miszi velük, ne! Ott volt! Hajis! All that awaits you are in-
incomprehensible horrors. Smiling mouth. Bro, a Sachi volt. Plastic. De para, na de nézz, milyen para! Nem gyerekjáték! Nagyon para. Jó, mikor jön ez meg? Mikor jön ez meg? Mikor jön ez meg? Mikor? Csepp, oh, jó, pass, oh, of course! Na! Könyörgöm, ne egy hónap, ne kettő? 24? 30! 30-án! Kedde, az nincs messze! Az nincs messze! Fú, skacok, nagyon belövöm. De valljuk be, hogy ez retek para! Tehát nézd ezt a képet, ez nagyon para. 30-a, hál' Istennek. Jó, még egy hét, az is sok, nem baj. Csak ne tolják el, könyörgöm, csak ne tolják el. Nagyon ígéretesnek tűnik, és tényleg látszik, hogy azért van benne munka így, amiket látunk. Természetesen, amikor visszaszoktam még néhány képre menni és együtt megnézni, de nézzétek ezt az ellenfelet. Nézd ezt az ellenfelet, hallod? A Hajibaji sem egy gyerekbarát, de ez, hallod? Ez nagyon para, de én meg akarom nézni azt a Hajis jelenetet. Azt a Hajit nézd meg. Szerintem az nem az eredeti Hajibaji, ebben biztos vagyok. Nézd! My God, hol a szeme? Mi történt vele? Olyan, mint valami plüss figura volt. Nem? Vagy nem tudom, hogy mi a véleményetek, de szerintem nagyon para volt. Ez nagyon-nagyon durván para. Mert rengeteg pályarészt láthattunk, mint mondtam, rengeteg puzzle várható, látszik, hogy tényleg nagyon durván kidolgozták a pályákat, ugye, az orfenést, meg ezek a gyerekekkel kapcsolatos dolgok. Nagyon kíváncsi vagyok már a történetet, hogy milyen irányba viszik el, mert hát azért a chapter 1 és 2-ből nem nagyon derült ki úgy sok minden. És abban bízok, hogy ebben a chapter 3-ban azért most már sokkal több mindenre rá fogunk jönni, és kialakul bennünk úgymond egy történet. Ez, hogy tudok majd lőni is, vagy nem az, hogy lőni, de szerintem a sötétség, vagy hát így megvédeni magamat, meg ott van konkrétan a map, hogy mindenféle helyre el kell majd menni, remélem, hogy mindent be kell majd járni, és hát nyilván nem az egész chapterbe, de akkor is. Tehát látszik rajta, hogy tényleg dolgoztak vele, én nagyon bízom benne, hogy nem fogják most már elhalasztani, most már tényleg megvolt az időpont is, úgyhogy remélem, hogy most már akkor okésak leszünk. Én nagyon-nagyon várom, srácok, január 30-a, az egy keddi nap, kérdéstelen, meg sem kell kérdeznetek, azonnal élőadást indítunk és kijátsszuk. Mondjuk attól függ, hogy milyen hosszú lesz, mert lehet, hogyha nagyon hosszú lesz, akkor lehet, hogy két részben játsszuk ki. Én örülnék neki, hogyha nem egy összecsapott chapter lenne, hanem akár 3-4-5 óra hosszára is le tudna kötni egy chapter. Ha már ennyit vártunk rá, nem? Hát több mint egy évet vártunk már. Hát szerintem már lassan. Hát igen, nem is tudom, de egy évet biztosan. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, írjátok le a komment szekcióba, hogy mi a véleményetek a Chapter 3-ról, illetve a látottakról is, hogy mennyire várjátok a Poppy Playtime-ot a csatornán, és ki az, aki majd nézni fogja az élőadást. Találkozunk addig is a többi videóban és a többi élőadásban. Én Owen McKenny voltam. Sziasztok!